Közel 250 rászoruló családnak okoztak meglepetést ezekben a napokban az Üllői Képviselőtestület Szociális Bizottságának tagjai. A mindegy 8000 forint értékű karácsonyi csomagban tartós élelmiszert és édességet is találtak az érintettek. Idén már harmadik éve készül az önkormányzat, illetve a Szociális Bizottság, hogy megajándékozza a rászoruló családokat. 8000 forint értékű csomagokkal készülünk a családoknak, tartós élelmiszer van benne, egy kis szaloncukor, édesség, konzervek. Több mint 250 családot szeretnénk ezzel megajándékozni, és ezek a héten kerülnek majd kihordásra, személyesen fogjuk átadni a családoknak. Mi alapján döntötték el, hogy ki az a 250 fő, illetve család, aki megkapja ezeket a ajándékokat? Az év során ugye érkezik a Szociális Bizottsághoz be kérelem, és ezek alapján próbáljuk összeállítani a listát, illetve van más olyan szervezet is, aki oszt a településen, illetve a humán szolgáltató, és így közös egyeztetéssel, megbeszélés alapján készülnek el ezek a listák. Ugye azt mondta kedves asszony, hogy a héten akkor kiosztják, még karácsony előtt megkapják az érintettek. Milyen formában? Házhoz viszik? Így van, házhoz fogjuk vinni, a Szociális Bizottságnak a tagjai fogjuk személyesen kihordani. Milyen ennek a programnak, ennek a hagyománynak a népszerűsége? Ugye mondtam már, hogy már harmadszor történik meg, az elmúlt két évben milyen tapasztalatokat szereztek? Én azt gondolom, hogy a családok nagyon örülnek nekik, nagyon meg szokták köszönni, hogy gondoltak rájuk, illetve gondoltunk rájuk. Ugye sok olyan hely van, ahol több gyermek is van, és nagyon szoktak örülni a gyermekek is, illetve a szülők is megköszönik. Hogy látja a képviselő asszony, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre több a rászorultak száma, vagy stagnál ez a létszám? Szerintem inkább vegyes, tehát próbálunk mindenkin segíteni, aki természetesen hozzánk fordul. Szerintem egyébként stagnál egy picit, tehát én azt gondolom, hogy annyival több nincsen, tehát sokkal több, de természetesen próbálunk segíteni mindenkinek, akinek lehet. William.